Köszöntöm Önöket, a Kanizsa Televízió szombati híradóját látják, először nézzük a legfontosabbakat röviden. Visszatért a papírforma, Nagykanizsán tartós havazás volt. Teltház, vastapssal jutalmazták a Tüttő János Nótaklub önálló műsorát. Emberpor, Lipóti László tárlata nyílt a HSMK-ban. Havazott Kanizsán, az egész napos kitartó havas eső és havazás még nem okozott fennakadást a közlekedésben, de mindenképpen nagyobb körültekintést igényelt. November az utolsó őszi hónap, ilyenkor az időjárás már térjesebb oldalát is megmutatja. Átlagosan november 12-e és 25-e között esik le az első hó. Nagykanizsa méltán a Nóta városa. Évről évre bizonyítja ezt a Tüttő János Nóta Klub. A művészeti csoport idei önálló műsorát ismét teltház előtt mutatta be, olyan vendégművészekkel, mint Erdős Melinda, a Magyar Állami Operaház énekese, vagy Szalai Antal, prímás és világhírű cigányzenekara. Szól a zene, áll a bál, ígérte műsora címében a Tüttő János Nóta Klub, az ígéret pedig péntek este valósággá vált. A klub hatalmas repertoárral hálálta meg az évek óta tartó rendületlen érdeklődést. Az est folyamán 47 nóta, csárdás dal hangzik el csak a Nóta Klubtól, és 7 operett, illetve örökzöld sláger fog elhangzani. Még a vendégművészünk még erre rátesz pár nótával és gyönyörű operett részerekkel is egy érdekes színfoltja lesz az esnek, egy duett fog elhangzani ő vele. A rendezvényen a Nóta Klub tagjai önállóan is megmutatták sokszínűségüket. A szólisták kevésbé ismert dalokkal is megörvendeztették a közönséget. A sok régi utcán, a bravúros zenei aláfestést ezúttal is a Liszt díjas, Szalai Antal prímás és cigányzenekara szolgáltatta. Nagy öröm számunkra, hogy ismét Szalai Antal zenekarával léphetünk a nagykanizsai közönség elé. Igazából már barátként jönnek hozzánk, és szakmailag is támaszkodhatunk rájuk. A Nóta barátok fiatalokat megszégyenítő lendülettel szerepeltek, így az egyes műsorszámok végéről nem hiányzott a vastap sem. Megtartotta hagyományos családi bálját a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja. A rendezvényen az új tagokat is beiktatták. A klubban mindenkinek jut feladat, a tagok nem csak a szervezéskor, hanem a bál idején is helyt álltak. Három új hölgyel bővült a klub. A tagjelölteknek utolsó akadályként egy-egy feladatot kellett teljesíteniük. Az est vendége volt Barát Ivett énektanár, aki különleges műsorral készült. Ez egy nagyon jó dolog, hogy szeretnek együtt lenni, kirándulni, értékes programokat hoznak össze, és egy nagyon összetartó kis csapatnak látom, úgyhogy örömmel jöttem, és teszek eleget a felkérésnek a mai estén. Mindenkinek jut feladat, ezt már Büki Pálné a klub vezetője mondta. A több mint két évtizedes fennállás titka, hogy a klubtagok örömmel vesznek részt a munkában. A programokat közösen állítjuk össze, és ha azt kérik, hogy legyen fél évben egyszer orvos, akkor lesz. Most mentőtiszt lesz. Ha azt kérik, hogy divatnap legyen, akkor az. A hagyományos családi esten kívül jótékonysági gyűjtés, kirándulások, divatnap, pártolók napja, táncverseny is szerepel a Hölgyklub egész éves program kínálatában. Már a házi orvosoknál van az influenza elleni védőoltás. Járvány szerencsére még nincs, de érdemes időben védekezni ellene. Többen már beadatták a vakcinát, főleg azok, akik ingyenesen jogosultak az oltásra. Az influenza oltóanyagát szigorúan hűtötten kell tárolni, ellenőrzött hőmérsékleti értékek között. A Keszthelyi Járási Hivatal népegészségügyi osztályának hűtőszekrényeiben már csak a tartalék vakcinák vannak, a tervezett mennyiséget átvették a házi orvosok.
Eddig összesen 8000 adag érkezett a népegészségügyi osztályhoz. Dévényi Tamás járási tiszti főorvos elmondta, fontos az oltás az időseknek, a gyermekvállalást tervezőknek, a terheseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek. Emellett a higiénia a másik megelőzési mód. Az influenzavírusok kézútján is terjedhetnek, ezért a járvány van, a kézmosás, lehetőleg a zárt tereket akkor kerüljük, tartsuk be az egyméteres távolságot, ha kőgünk, tüsszentünk, az papi zsebkendőbe történjen. Nagyon fontos, hogy a kőlevélre fordultunk az iskolákat is, hogy a hiányzást, ha olyan mértékű, akkor jelentség 30%-ot meghaladja, a különböző felületeknek a fertőtlenítése, asztalfelületeknek, klaviatúráknak. A népegészségügyi osztályon az orvosok jelzései alapján pontosan nyomon követik az influenza útját és a betegségek számát. Emellett a megfelelő tájékoztatást is megszervezik. Dévényi Tamás azt tanácsolja, időben forduljunk orvoshoz, mivel a védettséghez 14 nap szükséges. Valaki elmegy a házorvosához, aki járt, krónikus betegségben szenved, 60 év feletti, ugye a házorvosok akkor folyamatosan ingyen beadják az oltást, lehet a házorvosoknál ez ügyben jelentkezni, tehát időpontot egyeztetni. Akinek viszont nem jár az a védőoltást és közösségbe dolgozik, azonnak nagyon ajánlom, hogy menjen a házorvosához és irassa fel az oltóanyagot, hiszen a gyógyszertárakban is kapható lesz. A hideg nem kedvez a vírusoknak, így tehát a szabadban kevésbé lehet. Betegek. Aki rossz közérzetet, végtag és izomfájdalmat, lázat tapasztal, inkább menjen el orvoshoz. Gárdos Sándor főorvos úgy tapasztalja, páciensei maguk kérdeznek rá az oltási lehetőségekre. Többen is beoltatták már magukat ebben a rendelőben. Általában évente 250-300 olyan betegünk van, aki térítésmentesen kapja az állami oltóanyagot, és szeretettel igénybe is veszik, illetve kívánják is a beadását. Érdekes, hogy az utóbbi egy-két évben szaporodik azoknak a száma, akik saját maguk is nem idegenkednek az oltástól, és direkt kérik. És hát számukra mi ezt biztosítjuk. Az oltás hatását illetően megoszlanak a vélemények. A tapasztalatok azonban azt mutatják, ha a beoltott személy mégis megkapná az influenzát, annak gyengébb a lefolyása, mintha nem oltatta volna be magát. Dél-Zalai borospincék emléktárgyai láthatók fényképeken Lipóti László új kiállításán. Az Emberpor című tárlat a Hevesi Sándor Művelődési Központ Ősze András galériájában nyílt meg. A Kanizsai Fotóklub tagjának csendéleteit december 7-ig lehet megtekinteni. Hegyi pincék mindennapi használati tárgyait helyezte új megvilágításba Lipóti László a fények játékával és különleges kompozícióival. A fotós éveken át járta Nagykanizsa, Bak és Lenti vidékét, szőlőhegyeit téma után kutatva. Én születésemtől kezdve egy nagyjából 15 kilométeres sugarú körön belül élek, Nagykanizsán születtem, Kacorlakon töltöttem a gyerekkoromat, most Újudvaron élek, tehát a principális völgy az életem központja, és mindenféleképp érzem azt, hogy aki itt él és alkot, annak kell megörökíteni ezeket az emlékeket, ilyen nincs máshol, sehol a világon. A Kanizsa Fotóklub tagja a csendéletekkel új vizekre elvezett. Alkotásain a régi falusi élet melegségét, vidámságát állítja szembe az idő mindent felőrlő múlásával, ám ez mégsem nosztalgia. Nagyon sokan fordulnak manapság nosztalgiával a régmúlt felé. Természetesen nagyon fontos dolgok történtek régen, és nagyon jó ezekre emlékezni, de ő tárgyilagos tud maradni, és azt tudja bemutatni nekünk, ami az időtlen, azt, ami fontos és maradandó. Nem sajnálkozik a múló idő felett, hanem tiszteli azt. Lipóti László így teremt hidat múlt és jelen között, hangzott el a kiállítás megnyitóján. A tárlatot december 7-ig lehet megtekinteni. Kocor Boglárka a Legszebb Ajándék című műve nyerte a Városi Diákszínpad drámaíró pályázatát. A megható történet egy kisfiú magányosságáról és a szeretet utáni vágyáról szól. A darabot a Diákszínpad december 19-én mutatja be a Honvéd Kaszinóban, de a környező településeken már egy héttel korábban is láthatják az érdeklődők. És ti mit képzeltek magatokról? Elkezdődtek a próbák a Honvéd Kaszinóban. A darab középpontjában álló eseményig, karácsonyig alig több mint egy hónap van hátra.
fő szempontként azt jelöltük meg, hogy a történet mennyire életszerű, és a másik fő szempontunk az, hogy mennyire színpadra állítható. Emellett figyeltük azt is, hogy milyen a darabnak a nyelvezete és a megfogalmazása, és mindegyiknél úgy gondoltuk, hogy a nyertesünk az abszolút nyertes. Három pályázó közül választották ki a Diák Színpad tagjai a győztes művet. A szerző a Batthyány Gimnázium tanulója. Szerettem volna az embereknek egy olyan történetet bemutatni, amely egy nagyon fontos témáról szól, a szeretetről. Mehet! A karácsony köré fonódó történetet már december elején bemutatja a Városi Diák Színpad a környező falvakban. A nagykanizsai bemutató időpontja december 19-e. November 15-re módosították a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat benyújtási határidejét. Ezzel egyidejűleg a pályázatokat is egy héttel később, december 15-ig bírálják el. A módosított pályázati dokumentumokat a www.emet.gov.hu honlapról lehet letölteni. Híradónk végén nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Visszatért a papírforma, Nagykanizsán tartós havazás volt. Teltház, Vastapssal jutalmazták a Tüttő János Nóta Klub önálló műsorát. Emberpor, Lipóti László tárlata nyílt a HSMK-ban. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!